Ebben a mostani videóban olyan főként mikrotápanyagokról lesz szó, amelyek képesek enyhíteni vagy akár teljesen megszüntetni a reumás ízületi gyulladást, a hátfájást, a térdfájdalmat, a válfájdalmat és más ízületeket és porcokat érintő fájdalmakat. Szeretettel köszöntök mindenkit! A különböző ízületi és porcfájdalmaknak, problémáknak sokféle oka lehet, például a reumatoid artritis egy autoimmun jellegű fájdalom, aztán van porckopás, fibromialgia, izomproblémából eredő fájdalmak, de vannak egyéb eredetűek is. Nézzük is akkor az első megoldást, a niacinamidot. A niacinamid egy B3 vitamin féle, van ugye a niacin, ami inkább a koleszterinre jó, az is egyfajta B3 vitamin, és van a niacinamid, ami inkább a gyulladások ellen hat. A niacinamid a NAD koenzim elővegyülete, tehát a NAD a B3 vitaminból jön létre. A NAD koenzim hasonlóan a Q10 koenzimhez, az energia termelésben, az energia átalakításánál működik közre, de ami ennél talán még lényegesebb, hogy több mint 400 gén működésében játszik szerepet, és valószínűleg a DNS javító képességén keresztül hat az ízületi és porc problémákra is. Az biztos, hogy az alacsony NAD koenzim szint gyulladásokkal, fáradékonysággal, izomfájdalmakkal, gyorsabb öregedéssel és immungyengeséggel jár. A niacinamidot úgy érdemes szedni, hogyha mondjuk 400-500 mg-os a kapszula, akkor naponta 2-3 alkalommal vigyünk be belőle egy-egy kapszulát, ha viszont kevesebb van a kapszulában, mondjuk csak 150-200 mg, akkor ajánlott napi 4-5 alkalommal is fogyasztani belőle egy-egy kapszulát. A második fontos teendő az ízületek és a porcok rendbetételéhez odafigyelni az elegendő fehérje, főként kollagén bevitelre. Ahhoz, hogy a testünk új szöveteket építsen fel, jelen esetben ízületi és porcszöveteket, szüksége van jó minőségű, jól hasznosuló fehérjékre és a belülük létrejövő aminosavakra, amit leginkább állati eredetű ételekkel, zsírosabb húsokkal, tojással tudunk pótolni. A kollagént nagy dózisban bevihetjük porformában is. Ugye azért inkább porformában és nem kapszulában, mert a kollagén porral, amit mondjuk valamilyen folyadékban, italban keverünk el, könnyedén be tudunk vinni, el tudunk fogyasztani napi 10-20 g-ot is, míg egy kapszulában jó esetben max. 1 g van, tehát sokkal kevesebb. A húsok és a kollagén először is úgy segítenek, hogy mérséklik az áteresztő belet, tehát mérséklik a bélfal áteresztő képességét, ezzel ugye kevesebb gyulladást okozó vegyület kerül be a véráramba, tehát kevesebb anyag fog gyulladást okozni. Másfelől pedig magában a húsban és a kollagénben lévő aminosavakat használja fel a testünk arra, hogy új ízületi és porcszöveteket hozzon létre a károsodott, elkopott helyére. Itt még azt is fontos megjegyezni, hogy akinek már nagyon sok gyulladás van a vastag belében, annak célszerű kipróbálni a szinte csak húst tartalmazó diétát, tehát semmiféle zöldséget vagy magvat nem fogyasztani, gabonaételekről ugye nem is beszélve. Artritiszes betegeknél valószínűleg alacsony a bor nyomelem szintje. A bor az a nyomelem, amiről talán a legkevesebbet tudjuk, tehát kevés kutatás készült a borral kapcsolatban, pedig a bor szükséges ahhoz az enzimhez is, amely a kortizolt állítja elő. Ugye a kortizol a fő gyulladást csökkentő hormon a szervezetünkben, és összefüggésben van a kálciummal, a magnéziummal és a D-vitaminnal is. Szerepet játszik abban, hogy az ásványi anyagok a csontokban tárolódjanak el, így ezáltal a csontok erősek legyenek, illetve a D-vitaminnak az élettartamát is úgymond meghosszabbítja. Tehát általában akinek alacsony a D-vitamin szintje, alacsony a bor szintje is, ami arra utal, hogy a két mikrotápanyag működése összefügg. Mind a kálcium, mind a magnézium, mind a D-vitamin kulcsfontosságúak a csontok egészségéhez és az ízületi gyulladások mérsékléséhez, tehát itt a harmadik pontban a bor nyomelem pótlásban is gondolkodhatunk. A kolosztrum nagyon sok olyan összetevőt tartalmaz, amelyek természetes formában csak benne találhatók meg. Ezek közül kiemelkednek azok a vegyületek, amelyek képesek az immunrendszer szabályozására, ami autoimmun betegségek esetén hatalmas segítség.
Vannak benne például olyan vegyületek is, amelyek képesek visszafordítani a csecsemőmirigy életkorral összefüggő sorvadását. Ugye a csecsemőmirigy is kulcs szereplője az immunrendszerünknek. Tehát ha autoimmun jellegű az ízületi vagy porcfájdalmunk, a kolostrum nagy eséllyel képes javítani az állapoton. A három legjobb gyógynövény ízületi gyulladásokra, a fájdalom mérsékléséhez, a kurkuma hatóanyaga a kurkumin, a boszfélia szerrátá és az ördögcsákja. A gyógynövényeknek a kivonatait szedjük, mert a kivonatokban a hatóanyagok koncentrálva vannak, azaz sokkal nagyobb arányban fordulnak elő, mint magában a növényben. Tehát sima kurkuma por fogyasztással nem sok eredményt érhetünk el. Ezeknek a növényeknek a hatóanyagai gátolják a gyulladásokat okozó enzimeket, ami végeredményben fájdalomcsökkenéshez és a mozgás javulásához vezet, továbbá hatással vannak az autoimmun reakciókra is, illetve a porcok lebomlását is lassíthatják. Az astaxantin csökkenti a gyulladást azáltal, hogy blokkolja a gyulladásos mediátorok, például a ciklooxigenáz enzimek és a tumornekrózis faktor aktivitását, amelyek felelősek a gyulladásos folyamatok fenntartásáért. Ez azt jelenti, hogy a hatására enyhül a fájdalom és javul az ízületek mozgékonysága. Az astaxantin az ízületi porcszövetek védelmét is fokozza, tehát visszafogja a porc lebomlás ütemét, ami különösen oszteoartritis, tehát porckopás esetén hasznos, de más jellegű ízületi fájdalmak esetén is. Az astaxantint ideális mikroalgákkal bevinni, például ajánlom figyelmetbe az Immunex alga komplexet, melynek napi adagjában 9 mg astaxantin található. A friss, tiszta, méhpempő biológiai markere a 10-HDL-sav, továbbá a benne lévő peptidek gyulladást csökkentenek és támogatják az ízületi és porcszövetek regenerálódását. A pempő hatására mérséklődhet a gyulladás és a fájdalom, enyhülhet az ízületi duzzanat és mérséklődhet a gyulladás okozta károsodás. Mivel a pempőnek immunmoduláló hatása is van, ezért autoimmun jellegű ízületi és porc problémák esetén is célszerű bevetni. Reggel és este is vigyünk be belőle 1-1 grammot. A reumatoid artritis esetén mindig alacsony a kálium szintje a szervezetben. Ez valószínűleg azért van, mert a fő gyulladás csökkentő hormonunk, a kortizol, sok káliumot használ fel, és ugye ha sok a gyulladás, gyakran magas a kortizol szint is. Káliumot zöldlevele és zöldségekkel célszerű pótolni, mert ugye bennük nincs cukor, mint a banánban vagy a burgonyában. Ha pedig nem tudunk sok zöldséget enni, akkor ásványi anyag, más néven elektrolit tartalmú italporokkal is pótolhatjuk. Találom a figyelmedbe az elektronik italport, melynek napi adagjával 1000 mg kálium pótolható, a jól hasznosuló kálium citrátból, plusz van benne magnézium, kevés kálcium és rengeteg nyomelem is. Ha a csontjaink is fájnak, vagy kifejezetten csak a hátunk fáj, valószínűleg D3 és K2 vitamin hiány is jelen van. Amikor egy kritikus szint alá csökken a D-vitamin szintünk, az első tünetek közé tartozik a hátfájás, főként a derékfájdalom. Amikor D-vitamin hiány van, az nem biztos, hogy attól van, hogy nincs elegendő D-vitamin a szervezetünkben, hanem az is lehetséges, hogy a D-vitamin működését segítő egyéb vitaminok hiányoznak. A két leggyakrabban hiányzó a K2 vitamin és a magnézium. És végezetül, ha az ízületi fájdalmaink mellett izomfájdalmak is vannak, gyengék az izmaink, ilyenkor E-vitamin hiányra is gyanakodhatunk. Az alfa-tokoferol nem E-vitamin. Ugye ez van általában az olcsó E-vitaminnak nevezett készítményekben. Sok E-vitamin van a búzacsiróolajban és a napraforgó magban is. Ha pedig kapszulával pótolnánk, olyat szedjünk, ami tokotrienolt tartalmaz. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit az autoimmun betegségekről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!